Igen, Vietnám! Szavaztok gyerekek, üdv a csatornán! Kipör jelentkezik a következő rendet. Hát nem a végigjátszással, mivel egy különleges résszel érkeztem számotokra. Meg én sem tudom, hogy pontosan mi fog történni, de igazából a fene meg. Ezek a kutyák. Ezek a kutyák. Ezek nagyon veszélyesek tudnak lenni, már megtanultuk. Ja, arra gondoltam, hogy egy ilyen teljesen szabad világba bóklászás, megismerés, meg ilyenekkel fogunk foglalkozni, várjál. Az elvileg az oltal meg tudom nézni, hogy hány óra van. Van rajtam 15 dolcsi körözés, amivel nagyon nem fogunk foglalkozni. Figyelj, 4 óra 57 pm van. Volt itt lent egy hotel, lehet, hogy kellene egyet olcsiznom. Úgyse aludtunk még hotelba. Júj, de annyira jó egyébként. Elvileg vannak nagyvárosok is a játékban. Valahol délnyugaton. Hogy néz ki ez a játék? Nézzétek meg! Menj a francba! Úristen, ez a sár meg minden. Na megyünk a hotelba, alszunk egyet. Úgyis van egy kis lóvénk. Mentettem egyet, szóval hogyha nagy szart csinálunk, nyugodtan vissza tudjuk majd tölteni. Na, egy szobát szeretnék kivenni. Kiadó szoba R. Igen, jó. Mentésemmel van problémája. Oké. Most akkor béreltem egy szobát, elvég hátul voltak a szobák, nem? Nézzünk egyet, az hogy van? Ilyenkor tudok ebbe aludni? Nem, de. Keresés, fiók, komód, hát ez... Nem hiszem, hogy sok minden lesz benne. De várjál, hogy tudok akkor aludni? Várjál, ott mutatja, hogy följebb. Fent van a... Szerintem fent van. Hogy szűrődik be a fény azon az ablakon, gyerekek? Brutális. Na, menjünk föl. Szerintem itt kell elfoglalnom a szobámat. És reggel, akkor reggel indulunk, jó kipihenten. Aha, itt van a szobám. És alvás. Alvás. Meddig? Éjszaka, reggelig. Reggelig alszunk egyet. Elvileg le lehet táborozni a vadonba is, ha jól tudom, majd ezt is ki fogjuk próbálni, meg igazából mindent is. A cél az, hogy messze vidékekre tudjunk eljutni. Elvileg van mocsár, meg talán valamilyen arizonás sivatagos rész is. Megpróbáljuk bejárni így Amerikát ebbe a részbe, lehet, hogy egy kicsit hosszú lesz. Van tükör? Az tükör, komolyan. Aha, de jó. Biztos ki lehetne ugrani még az ablakon, és itt igazából tök brutál, mert mindennel interaktálhat szinte. Nagyon jó. Oké. Költöttünk egy kis pénzt. Hát, reményeimhez az lenne méltó. Jújjúj. Bocsánat. Leestem. Ez meg ott derekedni akar. Húzzunk innen a francba. Nyugtalan lett. Hol van a vasútállomás? Mert elvileg van valahol vasútállomás is. De ne is azzal foglalkozzunk, hanem próbáljunk eljutni messze vidékekre, messze a tájakra. Lehet, hogy pont itt a vasútállomás. Bírom ezt a vidéket is, ez a tipikus éjszak. Aj, felkelő nap. Gyerekek, mi néz ki ebbe így? Mi történik ezzel, bazzen? Brutális. Kíváncsi vagyok az éjszakára egyébként, csak nem éjszaka akartam nekivágni. Nem akkor már nap. Ott a vonat! Ott a vonat! Várjál, már lehet jegyed venni, hogy hogy működik ez? Hoppá. Lehet, hogy ez nem nagyon örülnek neki, hogy én itt bejöttem. Próbáljuk meg felszállni szimplán, nem? Gyerekek, álljunk meg a lóval. Ho-ho! Elindult a vonat, Dick. Várjál, utána megyünk. Gyerünk, gyerünk, ugrás a vonatra, van egy olyan opció. Ez az! Azt a betyár! Várjátok... Ne! Hol a lovam? Menjünk utána, gyere, ló!
Kicsit sváros lettem. Hogy néz ki az a nap? Gyerünk, menjünk a... Elcsesztem. Nem gondoltam volna, hogy ez így leesik róla. Az az, gyorsan utána. Csak a hátsó kocsiban ilyen fegyveresek vannak. Lehet, hogy nem kéne kapásból egy összetűzésbe keverednem. Csak a lóvam el fog fáradni, úgyhogy valami meg van. Valami támadás van bal oldalról, azt írja. Próbálunk föllógni a vonatra valahol előbbre. Látjátok, a minimapon bal oldalról elvileg valami támadás várható, vagy valami ilyesmit ír. Megpróbálunk itt felugrani. Ez az. Wow, mi ez? Mi van itt, gyerekek? Ott van valami település, de az mi? Olajfúró tarjok? Úristen, de jól néz ki. Várjál, le kéne googolni. Elférek alatta? Mondjátok, hogy elférek alatta? Nem fért el alatta! Azt a betyár! Valami bejelentett bűncselekmény van. A francba ez nem lesz jó, gyerekek. Ne kéne szállom. Azt a rohadt életbe, gyerekek. Hát ide nem nagyon fértem volna be. Jó, viszont menekülés van, mert látom, körözve vagyok. Itt meg szerintem valami olajfúró torony van. A lovam az itt jön, de jó. Hol van? Gyere, gyere, barátom. Ne haragudj, egy kicsit problémák történtek. Gyere, gyere, gyere. Gyere közelebb, mert pont körözésben vagyok. Ez tuti, hogy olajfúró torony, meg olaj. Nézd, ki van folyva, nagyon jól néz ki. Erre menjünk tovább. Annyira hív ez az egész táj, meg ez az egész vadon. Fú, gyerekek, hogy néz ez ki? Elvileg, valamerre lefele kellene mennem, szerintem orientálódnom, úgyhogy veszünk egy jobb kanyart. Azt hiszem, hogy délre, errefele van valami nagyobb város, legalábbis néztem egy ilyen térképet neten. Oda nézzetek, micsoda hegyek, meg minden, meg mi, megyünk délfele egy kicsit. Posta hivatalokba ki tudnám fizetni a bounty-t rám. 15 dolcsi van még mindig. Egy kis hajnali kör, srácok. Borzalmasan jól néz ki. Ott van egy házak, ott egy település. Mik voltak ezek a felrepülő fácádok, vagy még milyen jól nézek ki? Mennyi a izőm? HP-m. Jó, nyíl HP-m vagyunk. A lovamot meg kéne csutakolni, csak tudnám, hogy hogy kell. Biztos mellé kéne állni, vagy ilyesmi. Ott van, hogy hány fog van. Ez valami farm, gyerekek. Kukoricás. Ott van egy kutya. Figyeljetek, én leszállok itt. Azt körülnézünk, jó? Nagyon nem akarok balhézni, mert csak nem nagyon betámadnak. Ez egy kutya? Hello, boy. Jó vagy, fiú? Gyere ide. Ez nem túl barátságos, ez a kutya, ne vagyok akar. Félek a kutyáktól, mert mindig megtávadnak, meg kinyírnak. Ott megy egy kocsi, vagy ott jön egy lovas. Én iszére vagyok kíváncsi, leginkább erre a déli vidékre, tudjátok, azok, ahol az igazi rednekek élnek. Az ilyen mocsárvidék, Mississippi környéke, meg ilyen, azért is orientálódok délfele. Mik vannak itt? Hoppá, itt vannak emberek. Köszönök nekik. Ha nem, elmennek, jó. Annyira él ez a világ, hogy ez durva, nem? Hogy így mindenhol van valami kukoricás. Nincs itt hol valaki? Megnézném. Hello! Ó, ez nem örül. Jó, megyek innen, bazzony, a fa... Tököm ki van. Jó, megyek, megyek. Előj. Ah, jó, nem akartam én balhét. Ez meg itt már kapásból támadásba lendült. Ja, ott meg... Azok, bazzony, azok szerintem fejvadászok. Ezt lehet, hogy ki kéne fizetnem azt a... Hát, hogy jó lenne kifizetnem a
hogy nem eliket. Vérdíjat a fejemről. Ott is egy farm, itt ilyen farmok vannak, ez ilyen tipikus. Úre jó néz ki, ott van egy, látjátok? Van az a szélkerék, amelyik ugye vizet hoz fel a földből. Ilyen vízpumpa, konkrétan. Menj a francba ez a játék, ez figyelj, én erre vágytam leginkább, hogy szabadon mászkálhassak, felfedezhessem a vidéket, de hát itt annyi felfedezni való lehet. Ez egy ilyen nagyobb izé, nagyobb. És ez a patak, mi ez a patak, gyerekek? Nem bírom ki. Ez egy konkrétan egy majdnem település. Dolgoznak az emberek. Mária, megnézem merre megyünk, mert az érdekel leginkább, hogy... Aha. Ez szerintem megye határ? Megye határ lesz? Emerald Station. Ez szerintem megye határ. Lehet, hogy egy másik megyébe átmegyek, akkor nem fognak körözni. Ugye itt úgy írja, hogy ez a Heartland-be van ez a 15 körözésem, és itt egy megye határ, látod? Ez szerintem megye határ lesz. Mindig Heartland-et ír. És ott alul rájöttem, hogy... Oh, nem. Másik. Átmentem egy másik megyébe, és nincs körözésem. Na, ez jó, gyerekek. Kövessük a vonatot. Vonatsineket. Esélyes, hogy itt tök durva, hogy távíró pózna van. Ugye ez tényleg a vadnyugatnak így a vége, az alkonya, ahomiben játszódik ez a... Meg kell csutakolnom, ahol van, nem tudom, hogy az anyámba kell. Tényleg ugye a vadnyugat korszakának az alkonya. Figyeljetek, egy kis vadászatot is megállíthatnék. Elvileg már ilyen... Jaj, nem... Ilyen, valaki pofázik. A családom meg fog találni, meg ilyen dumák. Hol? Valaki van itt. Nézzétek, akartam levenni az íjamat, elvileg van egy íjam. Ez egy kis vanászatot beiktatunk, mert láttam ott. Ott van egy élőlény. Szinte érzem a párát komolyan. Az nem élőlény basszus, hanem az egy tuskó. Meg kövek. Ó, hát én a hülye azt hittem, hogy az. Viszont ott van fönt egy kunyhó. Ugye arra éjszakra vannak a hegyek, onnan jöttünk. Aztán, hogy hol valaki meg dumált itt, valaki veszekedett valakivel. Ott van egy lovas. Eléggé lakott már ez a környék, és szerintem minél inkább nyugatra megyünk, meg délre, egyre lakottabb lesz. Elfelejtettem, hogy kell hívnom a lovamat. És ez problém. Jó, de viszont itt legalább már nem köröznek. Tök kigyírnék egy ilyen csávót, aztán akkor megcsinálnám azt, hogy mennék tovább ilyen lovaskocsival. Lehet lovaskocsit is vezetni, és hát nem lenne jó, hogy kapásból még egy körözést így a fejemre kapnék. Egyelőre maradjunk nyugiba. Esetleg, ha nem látnak minket, akkor kigyírok majd valakit. Menjünk. Fölmegyek, ott van egy ház. Megnézem azt, valami farm, talán. Az a gyerekek, valami lövés hang volt, eskü. Segítség. Mi az anyád van? Hallom a vonat hangot. Ott, itt valami történt, az várjál már. Valaki kinyírt valakit. Mit csinál ez öcsém? Megharapott egy kígyó. Anyád. Nagyon egészségű. Igen, meg ezt is segíteni fog. Segítünk neki. Gondolom lehet, hogy ez a morálunkat növeli. Ez egy néger. Szerintem, ahogy haladni fogunk délfelé, egyre több ilyen néger rabszolga, vagy volt rabszolga van, lesz. Okay.
Mennyi haver, a vonatot meg miattad el szolajtotta, meg akartam volna pedig nézni. Hallottam a gőzösnek a hangját. Körülnézünk, itt van valami tanya, vagy nem tudom, egy házikó. Valami ragadozó zavarja a lomat, azt írja. Ez elég elhagyatottnak tűnik. A lomat hátra hagyom, mindig egy kicsit távolabb. Van itt valami ragadozó van, nehogy. Nehogy elfusson a lomat, mert nem tudom, mit csinálok. Megnézzük ezt a tanyát, jó srácok? Minden részlet tűéles, kidolgozott, tök durva ebbe a játékba. Nincs elhanyagolva, érted? Az Isten háta mögött van egy tanya. Ez mi volt? Fölrúgtam az üveget és eltört? Hol a tisztelet? Olvasd el. Ó, ez valami bíróság, vagy a bank elvitte ezt a házat, szerintem ez elhagyatott lesz. Hú, melléképület. Ott vannak a izék, ott vannak a szarvasok. Hát látom. Lehet, hogy fölé lőttem, mi? Ott is van füst. Egyébként a füsthöz mész, akkor ugye azért tudod, hogy jó fele haladsz. Mármint akkor civilizációt lehet találni. Itt is körül akarok nézni. Nincs-e valami? Nagyon érdekel engem minden. Ez az erdőkben, ez a kör, gyerekek, annyira részletes az játék, hogy ez tényleg ilyen magával ragadó az egész. Ez komolyan, ez annyiból állna ez a játék, hogy szabadon bókrászhatsz, sztori nélkül. Szerintem akkor így azt mondaná rá az ember, hogy ez egy tökéletes játék. Főleg van benne egy olyan sztori, mindenki azt emlegeti, hogy olyan sztori van benne, hogy konkrétan így nézzük, nem látunk nyomot vagy valamit. Olyan sztori van benne, mindenki azt mondja, hogy ilyen nagyon brutál, tehát játéktörténelem egyik legjobb a sztoria. Itt van egy folyó, arra fel kéne, meg itt a vasútvonal. Tök jó, hogy mindent így mutat. Már én nem nagyon szeretnék. Menjünk az erdőbe? Menjünk az erdőbe. Pisztolyt előkészítem. Valami szar van akkor. És egy játék végre, amin ott van valami épület megint. Ez valami régi bánya, vagy külszíri fejtés. Az árnyékok, a fények, csoda minden, gyereknek csoda. Ez valami régi ilyen bánya lehetett. Nem állok meg, mert elég elhagyatottnak tűnik. Voltak szarvasok. Tényleg az durva, hogy annyira élő a játék. Ez hihetetlen. És nem tudom, hány óra van? Dél van. Nem mondod, oda néz! Azt hiszem, hogy eljöttem oda, ahova akartam. Mocsárvidék! Az a tipikus Mississippi lábvidék, tudjátok. Csak itt azt hiszem, vigyázni kell, krokodilok vannak. Szétkapják a búránkat. Csak most nagyon jön a vonat. Ott van egy egy Ladikor egy csávó. Úristen! Úristen! Hogy néz ez ki? Mi ez, gyerekek? Vízimadarak, meg minden, csak nagyon szar helyen vagyok. Valahogy le kéne kecvenegnem innen. Nem merjek itt ugratni vele? Kitörje a lábát, megmurdol. Ó, nem, jó. Az a tipikus. Á, bazd meg, ott egy krokodil! Megbolondult a ló.
Krokodil. Jaj, azt a rohadt életbe. Már ez nem hiányzott. Menj a francba, basz, elvett a ló. Várj, ebből lehet, hogy lehet valami táskát csinálni. Nem, basz, itt a krokodilra, itt a szórakozok. Júj, testvéreim, ezt meg fog ölni, mi? Sáros lett a ruhánk. Ez nem jött össze, gyerekek. Szerintem bár ezt lehet, hogy lelőhettem volna másra. Hol a lovam? Ott kóricába az. Inkább pisztolyozok. Valami megtámad. Hol van ló? A francba, belemész a mocsárba. Hogy néz ki ez a játék, gyerekek? Komolyan. Én nem vagyok az a egész végig így úristen, úristen, úristen. De ez a játék. Ez több mint szép. Figyelj, nem tud menni a lóba az ebben a sárban. Minden interaktál mindennel. Az utolsó sáros tócsától a minden basszus. Nagyon durva. Meg kell nézni egy ilyen. Mondjuk ezek a déliek, ezek valószínű, hogy nem nagyon barátságosak, nem? Itt kéne elkövetni valamit. A hangok megváltoztak, azok a tipikus ilyen szúnyogok így zümmögnek. Már elrakom a fegyveremet, hát hogyha annak nem örülnek. Van ott hajó. Meg hol a bajára törnek a kecónak? Elő volt? Gyerekek, ennek nincs bajárat. Be van szegezve. Ja, be van szegezve teljesen. Jó, hát ez ilyen elhagyatott. Hát azért aki itt telepedett le... Óha. Amerikában. Várjátok, hozom a puskámat. Puska kell ehhez a melóhoz. Itt van egy csávó. Hozom a puskámat. A lovat meg kikössem, hogy mi legyen, gyerekek. Nem kötöm ki. Adjál a puskát, testvérem, mert itt gyengék leszünk ezekhez a krokodilokhoz. Kocsit nem vezettem még így Isten igazából, úgyhogy ezt lehet meg akarom próbálni majd. Azért ezek bírják, gyerekek. De elmenekülnek, nem nagyon támadnak. Bár a vízbe lehet, hogy nem lesz. És azon a gyalog... az a gyerekek. Milyen besüppettük a sárba? Azon a gyalog át kéne mennem oda túloldalra, mint hogyha kicsit masszívabb lenne a jelenléte az embernek. Vazze, úgy fosok, mint az állat. Bement ez a krokodil a vízbe. Megpróbáljunk átúszni? Ez leír a lábam, jó. Mi a fasz? Szabadulj! Ne, itt a krokodil! Ott is egy krokodilot látom, bazze! Lement a víz alá! Elfáradtunk. Jó, kijutottunk. Baz, oda mi ott figyelhetnek. Azt, vagy az nem az? Megyünk egyet. Az nem krokodil ott? De az, baz. Meg ott bugyboraikolnak valamik. Ó, van, oké. Okay. Ezt megúsztuk. Mondom, hát ha lesznek emberek, vagy valami rabolható dolog. Ezek ilyen elhagyatott... aki tényleg ebbe a mocsárba létezett, de tényleg ilyen Mississippi környékére, ugye ezek a betelepedett, Amerikába betelepedett telepes emberkék, azok konkrétan ilyen helyekre is letelepedtek, ahol éppen találtak maguknak helyet. De most nézd meg, azért ez egy halál, nem? Ez is elhagyatott. Szemét, meg minden. Az a dviskó majdnem felborul.
ez valami út. Csak a lovamat ott hagytam, úgyhogy van aki, ez valami út. Figyeljetek, maradjunk az úton, aztán valamit szerzünk, valami lord vagy bármit. Itt meg valami füstöl, he. Nem mondod, hogy pálinkát főzik? Moonshine. Hol fény? Főzik a paleszt, itt az előbb el tudtam volna menni, csak na hol vagy? Főzik a moonshine-t. Ez beteg, ezt lehet, hogy föl lehetne robbantani. Itt valaki akkor valami itt tevékenykedik. Nagyon, nagyon koszos mocskos, nagyon, nagyon szar ez a hely. Forzalmas. És rácsesztem, mert mégse jó helyen vagyok. Nézzünk izét. Hát, teljesen állítja az egészségedet. Azt szerintem ezt kéne benyomni egyet. De azt a külsőt, azt nem nagyon akarta. Hogy jutok át megint oda? Ott megy a csó, ott megy a izé. Ott megy, ott megy. Ott van olyan, ami jó. Fosok, bazze! Ott látok egy üzét, krokodilt, ott. Hogy lehet, hogy nem az az. Megint ússzak át, milyen vagy képer. De meg ráadásul nem is úszik, hanem... Ó, te tököm! Bazze, ez elkapott. Ez elkapott, gyerekek! Ne, ezt kiszabadultunk? Menjünk ki innen, bazze. Életben rohadt krokodilok. Krokodil! Olyan megdöglöttem. Nagyon nem jó ötlet itt a vízbe mászkálni. Jó, akkor megyünk ezen az úton végig. Pedig a túloldalon ott vannak a házak. Menjünk itt. Azt a betyát. Várja, kaját kéne. Lehet, hogy pihennem kéne egyet, nem? Valahol le kéne telepednem. Van ilyen elvileg tábor tudok verni, ahol akarok. Viszont baró jó. Ott valaki meg táborozik? Ott egy ló. Letáborozunk valahol, gyerekek. Mindjárt nyomunk egy tábort, mondjuk ide. Elvileg az E-vel lehet. Mondjuk aztán gyönyörű egy hely, nem? Tábornak ideális. És akkor azzal gondolom, fel lehet, várj, mit lehet? Tábor felállítása E. Fú, itt akkor az izé, lehet ilyen saját magad ilyen kempeket csinálni. Lehet, hogy, ja, hát menthetnék egyet, de igazából nem csináltunk olyan nagy hülyeséget, hogy ne mentsek. De hát mégse. Jó, leraktunk egy pokrócot. Barkácsolás, főzés. Lehet főzni, várja, el. Ó, valami hal. Valami hús. Na, főzzünk egyet, gyerekek. Főzzünk egyet. És lehet aludni is elvileg. Sima őzbak. Őzbakot főzök. És lehet enni, meg elrakni. Együnk egyet, gyerekek. Edd meg. Ó, hát mennek fel a statjaink ezzel, akkor még főzzünk egyet. Ilyen őzbakot. Meg itt akkor lehet a tábort tűzni, kraftolgatni egy csomó mindent. Legalábbis úgy látom, hogy van készítés is, ezen kívül volt ott. Ezt még edd meg, testvérem, egyél. Edd meg, edd meg. Jó, most már... Figyelj, nyomunk egy visszát. És itt van, itt láttam a... tonikok, egészségügyi gyógymód, lőszereket. De érdekes, miből készíti? Ja, hogy? De hol van a töltények? Ja, várjál, sima revolver töltényből csinál olyat, hogy itt be van vágva? Oh, lehet különböző dolgokat csinálni, nagyon jó. Tűzpatron, vadászat, lóápolás, csináljunk ilyen tonikot. Egészségügy, erőteljes egészségügyi gyógymód. Megfőzi. Ugye az alapanyagokból, amit összegyűjtesz, lehet ilyen növényeket. Jó, elrakjuk ezt. Ez jó lesz. Meg akarom nézni, most visszamegyünk, hogy akkor... Escape.
és akkor alvást is lehetne eszközölni, de szerintem most már nem kell pihenünk eleget, nem? Ezek alvás lehetne estig, éjszakáig, reggelig. Aludjunk egyet estig. Megnézzük, milyen este ez a, hát nem dzsungel, hanem ez a mocsárvidék. Haj, nagyon bírom! Városba mindenképp el kell mennünk, gyerekek, azt meg akarom nézni. Elvileg van egy nagy város, rendesen ilyen. A súlyot befolyásolja, milyen gyorsan fogy az állóképességet. Tábor bontása. De gondolom nem is lenne muszáj elbontani. Nem mehetnék. Oké, kis kocok, mehetünk. Ó, este van. Kicsit kitisztult ez a kör, nem? Ó, de jó. Na, menjünk tovább. Hát jó lett volna átmenni a túloldalra. Ott egy híd, jó. Jó, nincsen meg a lovunk, de én egy izét szeret. Ó, egy ilyen szekeret. Na, egy olyan szekeret akarok lenyúlni. És elvileg várja, van olyan, hogy... Föl tudom. Bandit, amit rulunk. Hol lehet? Nincs nálam olyan. Ezt akartam. Ezt fölrakjuk, és akkor elvileg... Ó, ott egy templom. Okosba, hogy ne vegyenek észre, egy kocsit vagy egy lovat lopunk, gyerekek. Lótolvajok leszünk. Hogy néz ez ki, mi ez a hely? Legyugvónap, egy print screen-t kellene nyomni, egy screenshotnak való, egy háttérképnek való képek ezek. Ó, be lehetett jönni. Ez mi ez valami? És akkor ott egy ilyen kártya, amit lehet gyűjteni. Figyeljetek, nem nagyon, nagyon nem sem nagy hülyeséget. Tedd el. Biztos, nem tudom mi volt ez. Cigarettakártya, jaj, elvileg ezek ilyen gyűjthető kocatok. Keresés. Itt valami lóhangot hallottam. Valami hang. Ez megint ilyen elhagyatott. Mi az a sok sír? Sok sír. Hangok vannak. Széje út. Hoppá, itt izé volt, itt mi az? Valami betegség. Ugye az valami járvány, lehet, hogy pest is, vagy kolera. Korea, az apát. Fasza. Bazd meg. Ott egy csávó. Ugye itt nem köröznek? Mi a szar van? Figyelj, ezek izék. Kurva élet. Ezek köcsögök. Mindjárt közben lépünk. Azt a vegyát. Szekeret juttas vissza egy szekérkerítéshez a jutalomért. Ó, az-e? Izé volt, postakocsi rablás. Ipeg. Na mindjárt először átkutatjuk a dolgokat. Kifosztjuk őket először. Mazzá. Belebotlottunk egy postakocsi rablásba. De hova kell visszajutni? Milyen szekérkerítéshez? Hát fogom. Ló stimulás. Nem bajom, hogy is akartunk egy szekeret, akkor most megvan. Nézzük, merre kellene menni délre? Pont a hátam mögött át kéne vágni itt, azon a hídon. Van hátam mögött elvileg egy híd. A szekér hajtás az nem biztos, hogy egyre fog menni. Jó lenne, nem megdögleri. Aha, azon a hídon megyünk, azt valami körülnézünk még. Én vágom, hogy este van sajnos, vagy éjszaka, de szerintem annyira nem nagy gond. Kis egy szekér. Ott meg van egy tábor, nézzétek, ott valaki tüzel. De jó. Ugye megnézzük. Félreállunk, azt megnézzük. Leparkírozunk. Háj, meg haver. Ismerkedünk.
Megpróbál megnyugtatni. Nyugi! Süket vagy, takarodj innen a pokolba. Ó, a farncba, hogy mindenki ilyen nyugtalan. Végignek a lámpák, végig bazott a parton. Hát ezt meg kell néznem, gyerekek, ott loknak emberek. Aztán úgy merre kell menni. Belemegyek a mocsárba, vége lesz a bulinak. Hm? Lehet, hogy beleakadunk. Hú, hogy itt a folyó van megint. Valahogy jó lett volna átkelni. Ó, böszbe jól néz ki, gyerekek. Figyeljetek! Megpróbáljunk átgázolni. Ott az ilyen lakott rész. Vagy pedig... Meg lehet kerülni? Nem lehet megkerülni, mert látjátok, víz van mindenhol. Így a minimapon. Adjanak is annyi, mennyi a vízbe bele! Bírjátok ti! Na jó, nem bírták. Húzás! Már megint! Gyorsan van, bazze! Oké, megúsztuk. Hol tűntek a lovak? Itt megy. Ó, szerencsétlen. Várjál! Nyugi, 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 haver! Tudnám használni, lovagolni. Nyugi! Nyugodt mondhatom neki! Krokodilakkal tele vízbe! Nyugi! Nyugi! Nyugodj. Nyugi, haver! Etet, megetetjük. Talán megnyugszik, azt el tudom csaplézni ezt a lovat. Milyen szépen meg van csinálva. Jól van, semmi baj, egy jól van. Megpaskoljuk. Meg kell féljem a lovat, gyerekek. Nem tudom, meg kell félni. Megpaskoljuk. És megpróbálom felszállni rá. Jó. Jó, nyugi, 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 nyugi. Egyébként ilyen nyugtalanul már... itt a csomó ember van. Csütnek a szúnyogok minket meg, na. Leszállunk. Nem tudok egyszerűen, nem tudom szavakba önteni, túl kevés vagyok ahhoz, hogy ezt elmeséljem, hogy milyen az egész, de szerintem látjátok. Viszont voltak emberek, úgyhogy körülnézünk, de van egy kutya. Hol is itt tízék vannak, valóban feketék. Nyugodj meg, haver, de... Ezek feketék. Üdvözlés. Jó, ezek barátságosak, úgy látom. Nem akarnak lelőni instant. Uram. Tyúk itt van a verandán, tele vagy néz ki az eget. Bemegyek, szétkapnak? Nem lehet, jó, nem is baj. Mondta, hogy sorry, és mondta, semmi baj, drágám. Nem hiszed el? Jó, nyugodj van kutya, de támadjál, mert csibészek ezek a kutyák, nagyon. Na menjünk tovább, Berbert, tojod, hopp, vert a végyesüket, összecseszel. Mert nekem ezen az úton vegyük lefele, pont hátafele. Tehát akkor... arra? Jól látom? Bazd a gyerekek ez a... Ez az irányítás? Igen, arra, menjünk arra lefele.
Egyébként itt mutat valamit, mi ez? Fogalmam sincs mi ez. Csoli bolt, de jó! Erre lemegyünk. Hát szerintem, nem tudom, hogy mennyire élvezitek ti ezt a videót, de azért sikerült szerintem bemutatni, hogy mégis milyen tájak vannak itt. Rohadt jó. Itt is itt elvileg kellene lenni ilyen nagy. Ugye délen volt népszerű ezek a nagy rendsek, ahol rabszolgák dolgoztak, tudjátok, mint a Django-ba, Candyland. Bazza, ne, egyszer nem bírod ki, hogy ne menj oda körülnézni. Nem bírod ki, bazza. Annyira brutál, hogy annyira hivatható, nem? Az egész, figyeld már. Milyen hivogató. Itt a csáó. Hey friend. És ott van egy... Még valami üvöltözés van, mint hogy kínoznának valakit komolyan. Itt tudja, hogy vannak ilyen... bolond emberek is. Itt lehet menni. Ó, megyek, bazd meg, megyek! Hát az anyád... valaga az. Ó, hogy rohadjatok meg, testvéreim. Hát mondjuk betörni éjszaka a házba, lehet, hogy úgy reagálnának, egy kicsit tök reális volt. De kicsit meglepő volt számomra ez. Menjünk tovább inkább. ez kemény volt. És tényleg nem akarok így ilyen gyilkolászni agyba főbe dolog, ne az legyen. Na. Bizony, ezek keménykedni akarnak itt, vagy mi? Hát ez várj egy kicsit. Hülye, ezek köcsögök gyerekek. Miért nem célod ez a szar? Lóra ment rá. Rohadj meg, hogy rohadj meg. Minden talált holttestet jelenteni fognak a törvény emberének. De bazza, mi az? Hát nem ezek megtámadtak? Na és de vagy tüntesd a holttesteket. Menj a francba, beledobom a bocsárba. Minden az útról eltakarítom őket, belevágom a vízbe. Oda bele. Hát ez jól elejtettem, valahol megy egy borat. Komolyan. Bedobálom a mocsárba ezeket, én nem akarok körözést. Hol a tökönben megy a vonat? Te a lovam, ez nem az én lovam. Nyugodj meg, haver, te meg a rohadt életbe. Ott megy a vonat. Krokodilok majd elintézik, tessék. Jó, most a ló az meg elment izé, Kenyába. Figyeljetek, lehet, hogy azt kéne csinálnom. Ott van egy szekér, jó. Le kéne telepednem én nekem itt. Azt csináljuk, gyerekek, letelepedek, aztán legyen reggel. Remélem, hogy le tudok telepedni, távol felállítan. Sajnálom, nem lehet, még valami folyik a közelbe. Na, mi folyik? Ó, messzebb? Ja, krokodil meg minden van itt, jaj. Hát itt nem akar letelepedni a karakterem. Vagyis lehet táborozni. Itt, esetleg. Nem tud letáborozni, mert nagyon problémás a helyzet. Jó, hát itt kinyírtam mindenkit, leszarom. Megyünk akkor izébe. Odén megyünk kicsit talán akkor. Le tudok táborozni, azt akarom, hogy reggel legyen ma.
Na itt vannak ezek a rendsek, gyerekek, ezek a szépek. Erre kíváncsi lennék. Csak valahol le akarok táborozni. De fogadok, ide se engedi. Nem. Szóval mennyi idő van? Van reggel 4 óra. De ezeken a rendségen biztos lőni fognak rám. Moonshine, ez jót tesz. Remélem nem rúgik be a karakterem. Na bazza, még az hiányozik. Mik ezek a disznók itt rep, vagy nem repkednek, hanem rohangálnak? Városba értünk, srácok, városba? Várja már, nézzük meg a térképet. Aha, ez város, gyerekek. Szent, valami csoda, az Isten tudja mi az, nem mutatja még. Jó, hát itt igazán a körözésem nincsen. Annyi, hogy azért nem kiírtam most pár embert. De az is érdekes, hogy ők, hú, milyen szép, ez valami jó negyed, ilyen szép épületek. Menjünk beljebb, kíváncsi vagyok, milyen lesz. Biztos van ilyen putri, koszos, meg ilyen ipari negyed, meg ilyenek. De ezek ilyen gyönyörűek, úristen, hogy néz ki, menjünk majd körbe. És az a durva, hogy mindenféle töltés, meg recsenés nélkül tök jól fut. Pedig aztán azért nem egy ilyen horribilisen brutál gépen van. Ugye egy 6 magos Ryzen 5. Mi volt ez? Jó, az a kocsi, az elszabadult egy kicsit. Ja, egy 6 magos Ryzen 5. Izé, színház. Meg egy 1080 videókártya. GTX 1080. Itt ilyen ipari negyed lesz, nézd meg, itt biztos a koszos negyed lesz, mert füstölnek a kémények. Még azt is kirézem, ebben a játékban tudunk gyárba dolgozni, komoly. Azt a brutál. Megindult, reggel van, dolgoznak a gyárakba. De tudok mászni a helyre? De nem is kell. Izé company. Üzemanyag. Valami olajfinimító lehet, ugye láttunk ma, ma olajfúró tornyokat is. Na, bocsánat. Mindenre allergiások az emberek, gyerekek. Hajnalodik, kiugrom az ágyból, a vasútállomás vár rám. Ó, és kikötő. Jézus, azt se tudom, mit csinálja a gyerekek, annyira beteg ez a játék. Hajók a vízen, reggeli fénybe. Horgászbot fel, nem lehet horgásznom? Nem. No smoking, tábla alatt a csávó cigizik. Gratulálok. Itt azért horgásznak be az a reggel az emberek. Ugye és itt látni ugye a vadnyugatnak a végét konkrétan, amikor az iparosodás megindult. Ugye az 1900-es évek elején. Hajó, fel lehet menni. Szóval nem tudom merre induljak el, annyira változatos, összetett, meg annyira érdekes minden. Fölmennék a hajóra is, mennék be a belvárosba. Kell fel a nap, oda nézzetek mekkora kémények. Hát bevegyünk a városba. Egy gépszín, most nagyon nem a városba tartok. Merre kell itt menni a város fele? Várja, álljál, nézzük egy térképet, gyerekek. Ott van a színház, hol a tökönben vagyunk mi most? Hallja meg, nem is látom magam. Lapecsőben vagyunk, gyerekek. Ah, itt vagyunk, ja. Akkor itt vissza, és balra.
Ha visszahoz mellé, aha, és itt balra. És akkor bejutunk a belvárosba. Ez ilyen szegény negyedre vagyok kíváncsi, nagyon. Ilyen, tudjátok, ilyen bordei házak, meg ilyen. Biztos, hogy van, tuti, hogy van. Valahol a szegények is laknak. A gyári munkások, meg a többiek. Júj. És ilyen nagyon ipari negyedbe betévettem, ahol ilyen gyárak vannak, meg a kikötő. De ez tök jó, mert tök így van. Hogy ugye a kikötőben a vasút környékére telepítették ezeket a gyárakat. Könnyen elérhető legyen mindenhonnan is, ugye a kettő... Fú, ez hogy néz ki ez? Kettő fő... De ezek a gyárkémények, hogy ontják a füstöt. Ú, Isten. Itt meg valamilyen hivatalos épület lehet ez, vagy nem tudom. Talán egy bank. Nem, srácok? Elvileg van villamos is. Hát ugyanitt voltunk, nem? Akkor már menjek, mert már be vagyok keveredve. Ó, oh, ide! Na, erre kéne. Oda nézzetek, ott ez tuti ilyen putri telep lesz. Akkor menjünk jobbra, arra. Bocsánat, hölgy, elnézést, hölgyem, elnézést. Egyébként mozzam a színházba, az működik, nézzétek, van ikonja a minimapon, be lehet menni. Színdarabot gondolom nézni, de most ne azzal foglalkozzunk, hanem figyeljetek, itt biztos vannak a minimapon dolgok. A színház, ugye? Bazza, nem is csak egy színház van. Ott egy színház, ott egy színház. Van újságos. Ott egy szalon, itt egy kocsma. Van borbély. Van fegyverkovács. Oh, bazza, minden van. Ez mi? Vadászkereskedő. Csempész. Na igen, ott lesz az én világom. Olyan, ott lesz az én világom. Igen, és egyébként itt vannak a sinek, látjátok, úgyhogy itt most már lesznek. Várj, mi volt ez? Oh, ott van a izé villamos, bazzel, nagyon brutál. Elvileg lehet vele közlekedni. De most nem akarok. Menni akarok a putri negyedbe. Hogy néz ki ez tényleg? Nehogy meghalljak, mert én nem akarok most meghalni itt. Körül akarok nézni, ott egy rendőr. Templom. Izévi, ez optikus. R. Barátkozunk. Szomnak szólogattak be a rendőrök, nekem annyira rossz arcú vagyok én. Közés! Ne! Rohadt életbe köröznek gyerekek. Bejelentett bűncselekmény, de mit tettem? Rendőrnek köszöntem, bazze, aztán már izé van, nyugtalanság van. Új, hát megtaláltam a putri negyedet, az biztos. Bevegyük a szalomba, gyerekek. Hol a szalon? Itt lehet bevenni, nem mond. Mi a fasz? Ez a kocsma, ez komoly. Hello, sziasztok! Csak el akarok bújni a rendőrök elől. Nincs a játékét. Ez nem hiszem mi. Ez nagyon putri. Jó, de el is tűnt a körözés, nem tudom ez, hogy sikerült. De várjál, jó, rajtam van ez a hülye maszk, lehet, hogy az nem tesz jót, nem gyerekek? Az a hülye vagy, ebben maszkálok. Nem csoda, hogy nem tetszik az embereknek, gyerekek. Hogy izében ilyen rabló maszkba közlekedek. Fényárnyék effektek, azok brutálnak ebben a játékban tényleg. Jó, hát ez ilyen nagyon külváros, oda nézzé. Na erre vágytam, oda néha lepusztult házak meg minden. Ez beteg. Ez éjszaka ez a város mekkorát villanthatnám, és rengeteg fénnyel meg mindennel. És egyre inkább erre jövök, egyre putrisabb a környék. Jó, van nyugodtan, vagy legyél. Föl kéne lógnom egy vonatra, az még... Ez még így elmaradt. Elkapjuk a vonatot, gyerekek! Elkapjuk a vonatot! Gyorsan. Bazza, elkaptuk a vadatot, gyerekek. Oh, ott van egy őr. Lehet, hogy nem örülne nekünk.
Elkössük a vonatot, gyerekek? Mondjuk lehet, hogy nem a város körzetlen környezetébe kellene ezt megoldanom. Mi ez? Itt egy ilyen mocsoros tó. Na, de le akarok menni ám. Miért vagyunk ilyen lassan? Jaj, ne! Hú, baza! Hát ez a kis, fegyveres őrök voltak megint. Ültet fények. Jármű lopás. Gyerekek, hol van egy festőműhely? Figyeljetek, kirakom a sinekre ezt a kocsit, kíváncsi vagyok, mi fog történni. Bazd, jármű lopás. Hát az apát szemi az, vagy mit tudom én milyen. Várja. Ez nem sikerül. Ne! Átugrunk a vonatra, gyerekek, innen. Lehet olyat? Nem akar? Miért nem akar? Buhuhuhu. Jó napot, hölgyeim! Jó napot, kívánok! Bounty, 10-re köröznek. Ja, átmentünk egy másik helyre. Mi van? Akkor ott életbe, az a csávó, ez köcsög. Az a baj, nem jó helyre van állítva az engerem érzékenysége, de most jó. Nukki fejed, nukki fejed! Na, vonatrablás, gyerekek! Így a végére. Mi történt, messze? Nem tudom, mi történt. Oh my god! Mi van, öreg? Hol vagy? Hol van a izé? Hol van a sofőr? Mi a fasz? Valaki rám lőtt. Te is lőni akarsz? Húzzál innen le! Indítsa el a vonatot! El lehet indítani? Nem tudom elindítani. Ó. Húzz innen! Hogy kell? Gyorsítás! Menjünk! Menjünk, meg kilőnek a vonatból! Én vezetem a vonatot! Ez az! Gyerekek, mi a vége? Vonatrablás. Lehet, hogy nem örülnek neki. Amit bír, gyerekek, amit bír. Nyomom a shifter végig, mint az őrült. Ez a játék. Hát szerintem ezzel így napokon keresztül el tudnál lenni free módba. Csak nehogy olyan legyen egy vonat. Ennyi a vége egyébként. Ezzel nem fogunk átlépni a 88 mérföldes óránként is sebességet, hogy ideugrást végezzünk, de tolom neki, csíp használta. Szerintem a ki fogunk siklani valaha, vagy lesz valami olyan dolog, ami nem tudunk kontrollálni. Figyelj, ránk lőttek. Jönnek, bazze! Jönnek utánunk lóval!
Figyeljetek az állomásom! A francba! Lőnek! Várjál! Jó, hát ezt nem ezt akartam megnyitni. Lőnek össze-vissza! Ezért akartam, ígyunk, együnk. Közben tudunk enni? Szúzás van, hülyék! Kellene még enni. Hogy valamit csinálj, együnk ilyet. A 85 a körözésünk. Jó, ezt megúsztuk. Az állomásokon lőnek ránk 1000-re, úgyhogy nem a legjobb dolog. Fölfele nem nagyon megy a mozdony. Síp. Ilyen fából tákolt hidak, gyerekek. Hogy meg kell építeni, nem? Szerintem lefele megindulunk majd. Attól félek, hogy jön szembe majd egy vonat. Egyébként össze-vissza jönnek ránk, szerintem. Aha, ott lovasok vannak az erdőbe. Benülünk lor. Várjál, belső nélen. Ennyit látott a vonatvezető, az kemény. Nem kell raktam a tüzet? De hogy az legyen, hogy visszagurulunk. Ja, 80 dolcsira vagyunk körözve már. Ezt nem igen fogjuk kifizetni. Brutál, hogy el lehet lopni a vonatot, ez nagyon jó. Nyomom azt a shiftet, mint az őrült. Már lehet, hogy sok értelme nincs az a vége. Vigyázz! Kecske béka, mennyi! Be tudnék ugrani a folyóba. Vizes és onnan le kéne ugranunk. Kíváncsi vagyok, hova fogunk jutni. Lehet, hogy arra a havas vidékre? Jó lenne valami crash-et csinálni így a végére, hogy... Nem tudom, valakit elütni, csak sajnos... Nehéz letérni az vonattal. Ugye ilyen helyeken ez azért voltak ezek a víztornyok, hogy itt töltötték újra a vizet, ugye, amit elhasznált. Gőzformájában a gőzmozdony. Ezt ugye újra kellett tölteni. Ó, de nézzétek, ott egy ilyen kilátószerű ilyen épület. Meg itt egy ilyen, ú, de jó. Milyen jól néznek ki azok a dolgok, gyerekek. Ott van egy ilyen épület, az tök ilyen letelepedős. Ez meg gondolom a kőomlás ellen. Mindenkire leugrarunk, mi? Ott is egy épület. Csomó ilyen rejtett dolog van egyébként a játékban. Ugye be kell barangolnod mindent, hogy mindent fel tudj fedezni. Ugye régen a vasút az nagyon-nagyon nagy szám volt a vadnyugaton, amikor kezdték megépíteni, meg is építették. Hát így valószínűleg körözöttek leszünk egy darabig, mert a vonat az valószínű tudják, hogy hol van. Elég nehéz elrejtőzni azzal. Szegény lovunkat meg le kéne csutakolni, azt írja a játék. Most lehet, hogy nem fog menni. Nem tudom egyáltalán hova fogunk jutni, lehet, hogy van vége ennek a sínnek. Nem körbe-körbe megy, akkor lesz itt probléma. Várja, nézzük egy ilyen, mert gyerekek, hogy mégis merre járunk egyáltalán. Hol vagyunk mi? Várja, hol van? Hol a bánatban vagyunk, srácok? Ó, itt vagyunk fönt. Hát jó messze eljöttünk. Jó, nyomom neki, valami kíváncsi vagyok, hogy mi sül ki belőle. Valami nagy crash, jó lenne. Ilyen vidéken még egyáltalán nem is jártunk abszolút. Ez elég elfogyatottnak tűnik. De tényleg úgy van egyébként, hogy minél délebbre, meg minél nyugatabbra, mész annál ilyen
Ja nem nyugat, az kelet. Hülye voltam. Ja, a dél-kelet. Ó, szerintem sejtem, hogy hova érünk. Ez lehet, hogy az az alagút, aminek a másik végén leugrottam. Úgyhogy lehet, hogy Valentine's-ba fogunk érni. Hát itt jól el lehet rejtőzni a törvény elől, ami ilyen helyeken. Csomó helyen ugye tökkel tudtak bújni a banditák, még a vadnyugaton. Jézus, ez mi ez? Ez nem valami bánya? Nem valami zé vége lesz, aztán bevágodunk valahova. Úgyhogy nézd ki. Mindig zoomolni akarok, aztán rájövök, hogy nem lehet. Ez igen, ez igen. Ez alagút a javából. Mi a tök egy? Nem lehet lekapcsolni a vonatokat? Tök vicces lett, de... Mondjuk lehet, hogy le lehet. Hova érünk ki, gyerekek? Na, tudja, hogy oda. Most lesz itt bal oldalt majd az a olajfúratornya, tuti. Igen, New Hangover. Aha, itt lesz bal oldalt majd. Kíváncsi, jó, de eltűnt a körözésem. Mondjuk lehet, hogy átrobogok itt. Nyilgázzon ilyen helyeken, akkor lehet, hogy az vissza fogom kapni. Egy ugrás, srácok. Bele a vízbe túlél, nem? Gyönyörű ez a játék, tök jó. Tök jó állnak neki ezek a mat felületek, a vonat is, hogy nem az a csillagó ilyen mindenféle shaderrel megáldott, hanem tényleg azok a felületek, amik vizesek, azok csillognak. Sok játékban mindig csillog minden. Dél és kelet, vasúttársaság. Egy kicsit várom, hogy valami történjen, vagy valahol kiérjünk. Komolyan. Azt se tudom, hol járhatunk, Mária. Aha. Ez mi? Ezek híd, meg ilyenek? Dakota River. Hát lehet, hogy itt... Nem tudom. Ez a vonat. Érdekes. Ez így akkor lehet, hogy egy ilyen maran egy körbe vegy, úgyhogy teljesen fölösleges körbe-körbe köröznem. Jó, van, figyeljetek, szerintem ez megy magától, nem kell gyorsítanom. Kiirtotta mindenkit, várjatok, még vannak itt szerintem emberkék. A kocsi végébe, vagy a vonat végébe volt. Tök jól néz ki. És hova tűntek az emberek? Leugráltak? Sőt, biztos leugráltak. Nem lassulunk? Nem tudjuk, lassulunk. Így is álltunk, jó. Azt nézem, hogy itt nincs a víz alattunk, akkor ugranék egy nagyot. Hát lehet, hogy nem kéne. Na jó van, szerintem srácok, viszont... Fú, de jól néz ki minden. Viszont elbúcsúzom. Köszönöm szépen a figyelmet. Tök jó, bírtam ezt részt. Mindenképp akartam egy ilyen körülnézős, felfedezős videót. Vagyis egy saját magam is meg akartam ismerni a környéket. De mondom, akkor már a videóba. Jól néz ki minden. Az ember egyszer annyira el van csábulva, hogy még a következő domb mögött, még a következő kanyomba megnézem, nincs-e valami érdekes rejtett dolog.
És egész végig ez. Na gyerekek, hú, itt víz van alattunk? Bepróbálkozzon a keeper? Addig nem fogunk tudni elugrani, ugye? Megpróbáljam? Hát próbáljuk meg egy nagy nekifutást. Arra, srácok. Na! És akkor innen befejezzük. Nem sikerült. Oké, okay, köszi szépen a figyelmet. Sziasztok!